Napot kívánok, Letenyényi Levente vagyok. Jó napot kívánok, vagyok. Hűtőgép szerviz, ugye? Igen. Ez a KK? Igen. Igen, most elromlott a hűtőnk, mert totálisan csak húsleves tároltunk benne, és elég forrón tároltuk benne, hogy meg lehetne csinálni, mert egyszer kijött egy szerelő. Kiszedte belőle a mot. Nem maguktól, nem maguktól. Igen. És kijött egy szerelő. Igen. És akkor kivette a mosógépből a motrot, és átrakta valahogy a hűtőbe. A hűtőbe, a mosógépből a motrot. Igen. Ez milyen hűtő? Hát ez egy Lehel, ilyen három csillagos hűtő. De nem abszorciós. Az milyen, ha szabad érdekelni? Mert nem értem, mert az abszorciósba sem lehet beszerelni egy mosógépet, mert ezek micsodával, mert kompresszorral mennek. Igen. Ezt nem értem, de az, hogy én nem értem, ez egy más dolog. Igen. A férjem majd fölírom, nézze a címét, holnapra kimegy, megnézi, és akkor megbeszélik a helyzetet. Én ezt nem értem, hogy lehet egy mosógépet hűtőszekrényben motort átszerel. Nem tudom, mert még ott a mosógépnek... Nem hallottam még ilyen. Hát még én sem nagyon, azért érdeklődtem most itt, mert még a hűtőgépből, vagy a mosógépből még a forgó dobot is a hűtőgép tetejére rakta, tárcának. Vagy én nem is tudom, hogy be volt rúgva, vagy mi volt vele. Mikor volt ez? Hát egy olyan másfél hete. Másfél hete? Igen. Ki volt ez a szerelő? Már ha nem vagyok olyan indítva. Kolozsvári László volt valami gyöngyösi szerelő. Kolozsvár. Az anyja betyár szentségét. A páromnak írom föl, mert kell, igen, hogy ismerje. Valószínű. Az anyja betyár szentségét. Hát mondhatja. Hát már olyan Kolozs ideges László, vagyok. Ugye? Igen. Ezt fölírtam a férjemnek. Hát elmondom már... neki, igen, holnap kimegy, megnézi. Én magam is meg vagyok átalkodva. Igen. Hát ez már mert egyszerűen én így fel... hallottam. Én se különben. Ez már egyszerűen fölháborító, hogy ilyeneket. Hát a hűtőszekrénynek az ajtaját... Igen? A pajszerral feszegette. Hát mi engedték neki? Hát nem tud, azt mondta, hogy fedd az ajtó. És akkor... Feszegette hát pajszerral, hogy majd ő visszafeszíti. Én már csak annyit tudok, amennyit ugye a férjemtől elhallok, meg elleszegettek már mondjuk 19. éve vagyok a felesége, de még amikor ajtó probléma volt, én mindig tudom, hogy a férjem elhúzta ezt a kis takaró műanyagot, igen, és ott csavarhúzóval, két csavarral van alul, fölül, rögtön, ezeket szokta állítgatni. Hát ilyet még életemben nem hallottam, hogy egy hűtőajtót rajszerral. A hát piszkos kurva anyját ebbe a szerelőbe, már elnézés, hogy így beszélek. Ez jó. Nem szerel, ez nem... Hát akkor ez már valami UFO lehetett már, vagy valami, nem is tudom. Fogalmam sincs. Minden esetre tessék mondani a címet. Jó, Gyöngyös. Igen. Lentorino Levente. Len. Lentorio. Rio. Igen. Igen. Levente. Levente. Igen. Szövetkezeti út 4. 85. Igen. 4 szám. Igen, igen. Jó. Jó, hogyha akkor... Holnap délelőtt, jó? Jó, jó. Nagyon szépen köszönöm. Otthon vannak egész nap? Otthon, nagymamám otthon van, tehát a anyukám. Én úgy írtam föl, hogy délelőtt, de jó. Nem tudom, hogy hogy van a párom be. Krumplisütőket is árulunk, és ki van rakva az ajtóra, hogy krumplisütő árulás. Krumplisütő árulás. Jó. Fölírtam ezt is, és akkor holnap tessék várni, holnap délelőtre írom, de hát valamikor csukló majd odaérnek. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszhallásra. Viszont hallásra.